Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Kedves testvéreim, mai szentmisénket a Hozsanna énekeskönyv 60-as énekének első verszakával kezdjük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat nagy heti készülődésünkben, ezen a mai szentmisén. Örömmel vagyunk együtt a Szent Angyalok templomban. Velünk imádkoznak média szolgálatunk által az Apostol Televízió és a Hegyvidék TV nézői, és így ima közösségben lehetünk. Ma különösen szép emléknap van itt a plébániánkon és ebben a templomban, mert 2002. április 13-án áldotta meg Paskai László bíboros atya a felépült templomot, tehát kereken 20 esztendeje ennek a megáldásnak, de jól tudjátok, hogy attól kezdve, hogy a templom felszentelése 6 évvel ezelőtt megtörtént, az a szentelési évforduló a fő ünnepe plébániánknak, de hálatelt szívvel gondolunk erre a két évtizede történt szép eseményre, és egyúttal a templom építő László atyára is kegyelettel emlékezünk. Az adakozó kérése és szándéka szerint elhunyt József édesapáért mutatjuk be most a szentmisét, halálának 29. évfordulója alkalmából és elhunyt családtagjaiért is imádkozunk. Születésnapjukat ünneplő testvéreinkre is gondolunk, Péter, Ferenc és Margit testvéreinkre. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és választással. Én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
Könyörögjünk. Istenünk, Te azt akartad, hogy Szent Fiad vállalja értünk a kereszt gyalázatát, és így megszabaduljunk a gonosz lélek hatalmából. Kérünk, add meg híveidnek, hogy elnyerjük a feltámadás kegyelmét, a mi Urunk Jézus Krisztus a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Prófétája által Isten szenvedő szolgája így beszél. Isten az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradottaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy ráhallgassak, mint a tanítványok. Isten az Úr nyitotta meg fülemet, s én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg. Hátamat oda tartottam azoknak, akik vertek engem, arcomat meg azoknak, akik szakállamat tépdesték. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköbdöstek. Isten az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem. Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. Kiszállhat velem perbe. Álljunk ki együtt. Ki az ellenfelem? Jöjjön ide hozzám. Isten az Úr segítségemre siet. Ki ítélhetne el? Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Dicsőség és hála légyen néked, Urunk Jézus. Dicsőség és hála légyen néked, Urunk Jézus. Üdvözlégy, Királyunk, engedelmes voltál Atyádnak, megfeszíteni vittek, mint leölésre a szelíd bárányt. Dicsőség és hála légyen néked, Urunk Jézus. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség. A betániai vacsora után a 12 közül az egyik, akit Karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük: mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust? Azok 30 ezüstöt ígértek neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik. A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát? Ő így felelt: menjetek be a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki, a mester üzeni, közel van az én időm, tanítványaimmal nálad költöm el a húsvéti vacsorát. A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, Jézus a 12 tanítvánnyal asztalhoz telepedett. Miközben ettek, így szólt hozzájuk: bizony mondom nektek, közületek egy valaki elárul engem. Erre nagyon elszomorodtak, és sorra kérdezték őt: csak nem én vagyok az, Uram? Ő így válaszolt: aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el engem. Az emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Erre Júdás az áruló is megkérdezte: csak nem én vagyok az, Mester? Ő így felelt: te magad mondtad.
Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt gazdag léten és otthonaitokban. Hivatkoztam templomunk megáldásának 20. évfordulójára, és amikor egy templom épületre tekintünk, amely lelki otthonunká válik, a benne élő közösségre is felfigyelünk, és az összetartozás fontosságára. Jézus tanítványainak, szűkebb baráti körének, a kiválasztott apostoloknak közössége példa minden Krisztus követő közösség számára, hogy közös értékeket vallunk. Ugyanavval, ha jó akarattal fordulunk Jézushoz, a Mesterhez. Követni akarjuk a magunk módján és értékei szerint, ahogyan az apostolok is különböző alkatú emberek voltak, különféle szakmát gyakoroltak, de mégis egy dologban, Krisztus követésében egyek voltak, egyé váltak, a nehézségekben szinte egyként szorongtak és féltek, a szeretett tanítványt kivéve, majd pedig egy szívvel, lélekkel tettek bizonyságot Krisztusról az ő győzelme után. Többször említettem talán már azt, hogy a Szentföldön, Magdalában, a galileai tó partján, ahol a magdalai Mária, hagyomány szerint Mária Magdolna élt, egy szép templom, egy bárka templom őrzi annak emlékét, hogy többen is, négyen is az apostolok közül két testvérpár halászok voltak. És ebben a templomban ott van az úgymond eredeti 12 apostol. Ikonok formájában a templom hajójának két oldalán ott szerepelnek az apostolok, még Júdás is. Nyilvánvalóan az áruló és hűtlenné vált tanítvány nem kapott glóriát, nem kapta meg a dicsőség fényét, mert még a saját életét is elutasította elkeseredettségében. De mégis ott van az az eredeti meghívás, hogy Jézus mindenkinek megadta, megelőlegezte az ő követésének a lehetőségét, a hűség bizonyítását. Júdásnak ez nem sikerült. És valahányszor az ő esetét olvassuk a Szentírásban, és most nagy csütörtök előtt egy nappal, akkor arra gondolunk, hogy milyen hálátlan szerep az, ami Júdásnak jutott. Mert valakinek ezt a szerepet be kellett töltenie. Az áruló szerepét ki halára adja, és az ellenségei kezére adja a Mestert. Nem szabad azonban arra gondolnunk, hogy egy elháríthatatlan, kényszerű szereposztásban részesült Júdás, aki más nem is tehetett volna, mint hogy ő legyen az áruló, mert a szereposztásban neki jutott ez a szerep. A mennyei atya és az isteni fi, Isten fia tudták, hogy ki lesz az, aki ezt betölti, ezt a szerepet. De nem fosztotta meg az Úr Júdást a szabad akaratától. Erre különösképpen János evangéliuma irányítja a figyelmet, ahol, amelyben olvasunk olyan megjegyzéseket, hogy a gonosz elültette a szándékot Júdás szívében, aztán belé költözött a falat átvétele után, amikor Jézus a bemártott falatot nyújtja neki, belé költözött a sátán, de nem foglalta le a gonosz.
Sem a jóisten nem kényszerítette, sem pedig a gonosz nem kerítette úgy hatalmába, hogy ne tudott volna mást tenni. És ő betöltötte ezt a szerepet. Csak nem én vagyok az Uram, ő is felteszi a többi tanítványhoz hasonlóan a kérdést Jézusnak. Csak nem én vagyok az Uram, aki elárullak. Te magad mondtad, ez Jézus válasza. Aki tudja, hogy mindezt szabad akaratból teszi, már felkínálták az ezüstpénzeket, az árulás pénzét, amelyről már az Ószövetségben is olvasunk utalást. A Zsoltár is beteljesedik, hogy aki kenyeremet ette, a sarkát emelte ellenem, ezt ugyancsak János evangéliuma idézi, aki együtt nyúl a tálba, a Mesterrel ő lesz az áruló, szabad akaratból. Visszatérve a közösségünk életére, hogy miként tud épülni egy közösség, nem csak a templom, mint kőépület, hanem a benne szolgáló közösség, az a közös jó akaraton is múlik, az egymásra épülő köveken, akik tudnak közösen építkezni, gondolkodni, összefogni, azok tudnak élő kövekként, élő templommá, Isten népévé épülni. Nem csak a megáldás évfordulója, a templom megáldás, két évtizedes évfordulója, hanem a közelgő húsvét is. Most ezen gondolkodtat el bennünket, kiszélesítve az itt élő közösséget, a média apostolok, a velünk együtt imádkozó és minket támogató testvéreink nagy széleskörű közösségével, ha megvan a közös célunk, a közös jó akarat, az imádságban való ima közösség, akkor biztosan Istennek tetsző néppé, élő kövek közösségévé tudunk válni. Imádkozzunk ezért a húsvét ünnepeken, de a közös hit növekedjék mindnyájunkban személyesen, hogy az építő kövek, az épületnek az élő kövei ugyanabban a hitben találkozzanak és ünnepeljenek. Amen. Imádkozzunk testvéreim Isten irgalmáért, hogy kegyelmével mindig megmaradjunk a megismert jó útján. Adj erőt, Urunk, hogy mindig szabad akarattal válasszuk a jót. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a pápa és püspökeink tanításában minden ember megtalálja az üdvösségre vezető utat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Formáld, Urunk, az emberi szíveket, hogy parancsaidnak mindig készséges lélekkel engedelmeskedjenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy Krisztus által mindnyájan elnyerjük az igazi szabadságot. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy Krisztus szenvedésével egyesítve életünket, legyőzzük az ősbűn átkát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg születésnapjukat ünneplő testvéreinknek bőséges kegyelmedet és a megszentelő kegyelmet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Irgalmas mennyei atyánk, te egyszülött fiadnak szenvedésével és kereszthalálával megtörted az engedetlenség átkát. Kérünk, teremts belénk új szívet, hogy szabad akarattal készségesen szolgáljunk neked, Krisztus, a mi Urunk által. A 60-as ének 4. verszakával folytatjuk a Szent Misét.
részesünk. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből ez áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Kérünk, Istenünk, fogad kegyesen felajánlott áldozati adományainkat, és add meg, hogy amikor Szent Fiat kényszenvedéséről emlékezünk, a megváltás gyümölcseiben is részesedjünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Már közeledik üdvözítőnk szenvedésének és dicsőséges feltámadásának ünnepe, amikor örvendünk, hogy megtörte az ősi ellenség gőgjét, és újra átéljük megváltásunk szent titkát. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Hadd kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjük. Szent vagy, szent vagy, mindenség ura Istenem. Dicsőségedbe teki a mennyek és a földön, a zsannak magasságon. Ha elmondnak ilyen az Úr nevében, a zsannak magasságon. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőttönként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért Fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét,
és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Ferenc és Gábor segédpüspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, József édesapáról és elhunyt családtagjairól, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Hadd, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, a templomunkban nyugvó hívekről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Istent atyánknak hívjuk testvéri szeretettel, bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békéje. Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvéreim, a 119-es éneket énekeljük. Kedves testvéreim, most a lelki áldozás közösségi imájával lélekben szeretném megáldoztatni a velünk ünneplő otthonaikban velünk imádkozó testvéreinket. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben,
Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, add, hogy bizakodva higgyünk az örök életben, amelyet fiat halála szerzett, és ez a szent áldozat jelen valóvá tett számunkra, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a Szent Mise végén a 71-es ének első és második versszakát énekeljük. A Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, jelenlévő testvéreimre itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban, valamint az Apostol Televízió és a Hegyvidék TV kedves nézőire. Legyünk továbbra is ima közösségben, és holnap a Szent Három Nap elkezdésével még jobban erősítsük közösségünket és személyes megújulásunkat a húsvéti ünnepek méltó megülése által. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom, szent szíve, remélek és bízom benned. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörög érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörög érettünk. Szent Pió és szent Sárbel atya, könyörögjetek érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörög.